Az endometriózis nem rossz indulatú megbetegedés, mégis a mai nőgyógyászat egyik legkülönösebb betegsége. A statisztika szerint a gyakorisága is jelentős. Egyes adatok szerint a 20 és 50 év közötti nők akár 20%-át is érintheti. Vendégünk a stúdióban Porkolábné Csatári Barbara, az endometriózis világnapjának első nyíregyházi szervezője. Köszöntöm a stúdióban. Jó napot kívánok! Meglehetősen nagy létszámú az érintettek száma. Gondolom, hogy ez is indokolhatta azt, hogy ennek végül is egy világnapja lett. Mióta ünneplik ezt a világnapot? Igazság szerint a világnap ugye Budapesten, a fővárosban volt elsőnek megtartva, körülbelül ilyen 5-6 éve, de azóta állandóan minden évben megtartják. Itt Nyíregyházán elsőnek lesz megtartva. Amiatt ugye, mivel elég sok érintett van, és a számuk évente egyre jobban nő. És egy egészen fiatal korban jelentkezhetnek már ezek a tünetek, gondolom, hogy erre szeretnék felhívni a figyelmet. Igen, igazság szerint ugye a fogamzó képes korú nők mind érintettek lehetnek, ugye ez egészen az első menstruáció megjelenésétől, úgyhogy a fiatal nőket, a tiniket ugyanúgy érinti, mint az idősebb generációt. Mit kell erről tudni, erről a betegségről? Ugye azt mondtuk, hogy nem rossz indulatú, de egészen súlyos változatai is előfordulhatnak, és ezeknek súlyos következményei lehetnek. Igen, ugye az endometriózis az a mély üregén kívül található mély nyálkahártya. Ez különböző területeken található meg az emberi szervezetbe, főképpen a kismedencei szervek lehetnek érintettek, de már találtak hashártyán, tüdőn, májon elég sokféle fajta endometriózis szövődményt. Innen nézve akkor nem egyszerűen nőgyógyászati jellegű betegségről beszélhetünk, hiszen bármilyen szerv érintett lehet természetesen nők esetében. Igen, elég sok fajta orvosi beavatkozást igényel, főként ugye nőgyógyászati megbetegedésről van szó, de mindig az adott szervre van a tünet jellemzőség is. Ugye a fájdalmas menstruáció, minden második nő, akinek fájdalmas a menstruációja, endometriózis érintett. Ugye ez a legfőbb tünet, ezen kívül a kismedencei fájdalom, illetve a fájdalmas szexuális élet, és ugye az egyik még legjellemzőbb tünet akár a meddőség is. Mennyire könnyű ezt diagnosztizálni? Képalkotó eljárással mennyire mutatható ki? Vannak képalkotó eljárások, ilyen főként ugye az ultrahang és az MRI, de ezek ugye nem adnak teljes képet. Legfőképpen a műtéti beavatkozások adnak teljes képet. Ezzel is tudják meghatározni, mivel hogyha már egy hólyag vagy egy bélérintettségű endometriózisról beszélünk, az nem biztos, hogy a képalkotó eljárások ki tudják mutatni. Ez azért jelentősen megnehezíti a diagnózis felállítását. Mennyire jellemző az, hogy ideje korán felismerik ezt a betegséget, vagy inkább most még az a gyakori, hogy akkor derül ki, amikor már több szerv is érintett, és elég súlyosak a következmények? Az a baj, hogy maga az endometriózis nagyon sok időt vesz igényben. Mivel nem tudjuk, hogy milyen betegségről van szó, ezért átlagosan 10 év, Magyarországon minimum 4-5 év, mire egyáltalán kiderül, hogy erről a betegségről van szó, addig átlagosan 7 nőgyógyászhoz megy el egy nő ezekkel a panaszokkal, mire egyáltalán kiderül, hogy az endometriózis áll a háttérben, ezért eléggé súlyos problémák is már kialakulhatnak, mire egyáltalán kiderül, hogy mi az a betegség, ami okozza ezeket a tüneteket. Hogyan tudják ezt kezelni? Különösen, amikor már nagyon sok érintett szerv kerül szóba. Hát elsődlegesen is műtéti eljárással lehet, hiszen ezeket a gócpontokat vagy összenővéseket elsőnek ugye meg kell szüntetni ahhoz, hogy akár egy meddőségnél ugye tudjanak segíteni, hogy később gyermekáldás lehessen, vagy hogyha esetleg cisztáról van szó, és még nem szeretnének gyermeket, akkor ugye a hormonális és a gyógyszeres kezelések segíthetnek, de jelenleg, ami meg tudná gyógyítani, nincs, csak tünetileg kezelhetőek.
mekkora az esélye annak, hogy mindent el tudnak távolítani, és hogyha valami kis pici szövetdarab ott marad, akkor ez azt jelenti, hogy tovább fog terjedni, vagy kiújul a betegség? A kiújulási aránya nagyon magas. Évente 10%, ami azt jelenti, hogy 10 év alatt valószínűsíthetőleg újból ki fog alakulni az endometriózis. A műtétek alatt mindig megpróbálnak arra összpontosítani, hogy a legkisebb csomókat is már akár hasártyán, ha észreveszik, vagy akármilyen szerven minél előbb eltávolítsák, hiszen ezzel tudják megelőzni a későbbi nagyobb problémákat. Elég riasztó nekem ez az idő, amit említett, hogy akár 4-5 év is, mire a diagnózishoz eljut egy nő, és azért addigra már meglehetősen súlyos állapotba kerülhet. Hogyan tud segíteni a Világnap, illetve létezik egy civil szervezet, ami éppen ezt tűzte ki célul, hogy az ismeretterjesztésben a fiatal lányoknak segítséget nyújtson, vagy akár nem csak nekik, hanem a nőknek így egyáltalán. Az Együtt Könnyebb Női Alapítvány azért jött létre, hogy az endometriózis érintetteket, illetve a hozzátartozóikat segítse. Ez azért fontos, hogy felhívjuk erre a betegségre a figyelmet, hogy jobban felmerjék a nők vállalni. Azért is halad nehezebben ennek a betegségnek a felismerése, mert mivel nőiességről van szó, tabu témaként kezeljük. Pedig nem tabu téma, hiszen 200 ezer nőt érint, és igenis fel kell vállalni, el kell fogadni, hogy van egy ilyen betegség. Könnyebben meg lehet belőle gyógyulni is, és azért van a Világnap az ország több területén, hogy felkeltsük rá a figyelmet, és igenis elmondjuk, hogy létezik egy ilyen betegség, adunk róla egy tájékoztatást, és nincsenek egyedül. Tudunk segíteni, tud az alapítvány segíteni, vagy hogyha lesznek olyanok, akik felvállalják az országba, akkor ők is tudnak például Nyíregyházán hozzám fordulni, mert hogyha több segítséget kapnak, akkor igenis hamarabb eljutnak a speciális segítséghez, amire szükség van. Miben tud segíteni konkrétan ez az egyesület? Ez az egyesület ugye főként abban segít, hogy tájékoztatást ad, ezen kívül ugye úgy segítséget, hogy elmondja, hogy kikhez érdemes fordulni, kik azok, akik speciálisan ezzel foglalkoznak. Ugye Budapesten engem is dr. Bokor Attila műtött, ő az, aki ugye dr. Koppány Miklóssal is műt, ilyen speciális endometriózis érintettséget Magyarországon. Elmondják a pszichológiai vagy lelki hátterét, akkor életmódtanácsadást tudnak nyújtani, mivel elég teljes körű betegségről van szó, hiszen nagyon sok minden befolyásolhatja az állapot javítását, illetve romlását. Mi az, amit a kutatások már igazoltak, hogy előidézheti ezt a típusú betegséget? Mik a rizikófaktorok ebben? Hát egy általános ugye a stressz, ami minden betegségnél nagyon nagy befolyásoló. Ezen kívül a vörös hús és a cukor, amit ajánlanak elkerülni, hiszen gyulladáskeltő a szervezetben, de érdemes a saját szervezetünket figyelni, hogy mi az, ami nem tesz jót, hiszen a szervezetünk az egy nagyon jó iránymutató. Tehát a táplálkozásra különösen oda kell figyelni, igen, és a stresszkezelésre. Tud-e az egyesület, illetve nyitott-e a nőgyógyász társadalom az egyesülettel való együttműködésre? Hiszen, ahogy elmondta, sokszor már 6-7 nőgyógyászati vizsgálaton túl van a páciens, illetve 6-7 orvos után kerül a diagnózis egyáltalán képbe. Mindenféleképpen nyitottak. De mivel az endometriózis minden évben egy újabb kutatás történik, ezért fejleszteni kell. Ez egy állandó fejlesztést, egy állandó tanulást igényel, mind eszközökre, mind elméletre. És ezért sokkal nehezebb az orvosi társadalomnak egyáltalán felismerni, hogy ilyen műtéti eljárással lehet csak pontos diagnózist kimondani, és nem biztos, hogy egy adott orvos egy 14 éves fiatal lányt, amiatt, mert fájdalmas a menstruáció, úgy érzi, hogy biztos, hogy műtét alá kell ezt az egész problémát helyezni. De mondjuk, ha a rizikófaktorokra felhívják a figyelmet, akkor azzal már a tüneteket lehet enyhíteni, tehát mondjuk ebből arra is lehet következtetni, hogy itt valóban ez van. Tehát ha bizonyos kiváltó tényezőkre jól reagál a szervezet, akkor gyanítható, hogy
Hát gyanítható is, meg nagyon sokat számít az, hogyha tényleg odafigyelünk a testünkre, és akkor tudjuk, hogy esetleg miből áll egy menstruációs ciklus. Már hogyha kimarad egy menstruációs ciklus, vagy pecsételés van két menstruációs ciklus között, már lehet gyanítani, hogy valami hormonális probléma állhat a háttérben. Porkoládné Csatári Barbara, köszönjük, hogy mindezeket elmondta. Március 23-án, tehát Nyíregyházán világnap, érdemes tájékozódni, hogy mi mindenről hallhatnak ezen köszönöm a napon Nyíregyházán. Köszönöm szépen, hogy itt lehettem. Én is köszönöm, hogy rendelkezésünkre állt.